kicsit üdvözöllek benneteket, én Révész János vagyok. Engedjétek meg, hogy egy kicsit beszéljek itt a párkapcsolat és egyéb dolgokról. Most van itt egy ilyen Barbara nevezetű hölgy, aki a nácisztikusokról beszél. Hát ez igazából egy, úgy veszem észre, hogy kiskorban olyan 6 éves kor körül megáll az érzékszervnek az a kifejlődése, ami a szeretet, az együttérzés, az empátia, a megbánás, a bűntudat ezekkel kapcsolatos. És ezáltal tehát nagyon furcsa lényé válhat az ember, és ez a nácisztikus viselkedés. Tehát viselkedés zavarról van szó. Egy felnőtt kisgyerek testbe van zárva, és hiába akarjuk követelni tőle, hogy úgy viselkedjen, hogy szeretet legyen benne, vagy szerelem, főbb jellemzője lesz a hazudozás. Tehát hiába követeljük rajta azt, hogy ő együtt működjön, nem fog menni. Ugyanis ezek a tulajdonságai, ezekkel a tulajdonságokkal valahol nem rendelkezik, de okosak ők, meg jók, meg csinálják a dolgokat, és folyamatosan hazudozással fogunk találkozni. Na most én most csak 2 napja találtam meg egyébként, vagy 3 ezt a Barbarát, mármint a hölgyet, egy szuper csaj. Elmondanám nektek, hogy ő is ilyen cipőbe járt, mint én, és hát sokat tanultam tőle, olyan értelemben az információit átvettem ide, mint, hogy is mondjam, lexikális tudásba. Tehát a tanulság az, hogyha úgy tudjátok kontrollálni ezt, hogy ki a nácisztikus, hogy elmondom a saját példámat, az én egykori házasságomat, miről szól. A legegyszerűbb úgy megállapítani a dolgot, hogy fölteszem a kérdést, hogy én mit adtam, értjük? Én mit adtam, és én mit kaptam. Én elmondom, én a bíróságot kaptam, a gyámhatóságot kaptam, az teljes anyagi kifosztásomat, a leszármazottamtól való különválást, értjük? Rendőrség, bíróság, gyámhatóság, tehát ilyet kaptam cserébe, és igazából soha nem volt nekem szerelmem és szeretőm, aki, mert nem tudta visszajözni, mert ez betegség. És erre nem jöttünk rá, ez 10 éve egy amerikai kutató jött erre a dologra, és a Barbara róla beszél, és írt is egy amerikai ember, kutatók és orvosok segítségével dolgozta ki ezt az egészet. Próbálok mindig rövidítve beszélni az idő miatt. És nézzétek majd a Barbarának a csatornáját, úgy találjátok meg a legkönnyebben, hogy begépeled azt, hogy nárcisztikus, vagy pedig azt, hogy pszichopata, ilyeneket gépeljetek be a YouTube csatornán, és akkor ott ezeket a filmeket meg fogjátok találni. Úgyhogy, hát itt felírtam egy pár dolgot, úgyhogy, tehát ezeket a jeleket úgy tudjátok érzékelni, hogy mindig külső forrásra fog támaszkodni. Például nálam Palikat tartotta volt feleségem, érted? Tehát Palit, meséltem nektek, hogy tanár úr, és ilyeneket. És külső forrásokra támaszkodik, ugyanis a szeretetet nem tudja érezni, csak így tudja pótolni, hogyha a szex van, vagy közel ölelgeti valaki, vagy ilyesmi. Tehát ez egy betegség szint. És a másik pedig az, hogy minden kell neki. Na most ott lehet megalapítani, hogy ki szereti jobban a másikat, hogy a narcisztikus szereti jobban a másikat, vagy pedig a, nem is mondom ennek az angol kifejezését, mit tenni, szociopata vagy ki a túró. Tehát a lényeg az, hogy de süt a nap. Ki szereti jobban a másikat? Tehát itt a kérdés. Erre nagyon egyszerű a válasz. Tehát, hogy odaadom a szemem fényét az egyiket, a másikat, értjük? Elenyúlok a lóvéért a zsebembe, azt is odaadom az összeset, és a legvégén levetem a nadrágomat, és azt is odaadom, tehát a gyerekemmel együtt mindenemet odaadok, ez azt jelenti, és cserébe nem kapok semmit. Na most elmondanám, hogy az nem szívesen ad, aki elvár valamit, hogy cserébe, hogy kapjon vissza valamit. Itt nem erről van szó. Itt a szeretet áramlásáról, tehát az együttérzésről, empátiáról, szeretetről, szerelemről szó sem lehet. Értitek? Tehát ez a betegségnek az oka, és nem is